Egy újabb szezon előtt állunk, ez természetesen ugye mindig hatalmas nagy munka előzi meg. Igyekszünk mindig mindent megtenni annak érdekében, hogy a következő szezonnak is úgy vághassunk neki, hogy azt mondhassuk, hogy nyugodt, rendezett, biztos körülmények között tud majd a csapat a bajnokság alatt szerepelni. Nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, úgyhogy néhány dolgot meg is osztanék rögtön veletek. Korábbi hetekben, illetve most már kb. Két hónapja elkészült a klubnak egy 4 éves biztonságtechnikai terve, fejlesztési terve. Ez egyébként jogszabályi kötelezettség is volt, aminek eleget kellett tennünk, de feltétele volt ez az MLS stadion rekonstrukciós pályázatának is, hogy minden NB1-es klub ezzel rendelkezzen. A stadion rekonstrukciós pályázaton a Paksi FC is elindult, és az anyagunkat befogadták, elbírálták, és a második ütemben várható a stadionnak a felújítása. Ez a felújítás tulajdonképpen a biztonságtechnikai fejlesztéseket jelenti, ami beléptetőrendszer kiépítését, kamerarendszer kiépítését és egy központi jegyértékesítési rendszer megvalósítását jelenti. Ami körülbelül, ugye, mint nem, tehát a második ütemben várható a mi stadionunknak a felújítása, az MLS legfrissebb tájékoztatása szerint ez körülbelül március végén, április elején fog befejeződni. Úgyhogy ahogy azt már megszokhattátok, minden évben igyekszünk valamit fejleszteni a stadionon, hát ez egy óriási nagy lépés lesz, és bízunk benne, hogy ezáltal mondjuk probléma nálunk soha nem volt, de ezáltal még inkább úgy érzik majd a szurkolók, és akik szeretnek mérkőzésre járni, hogy valóban olyan körülmények közé tudnak hozzánk kijönni, ahol biztonságban, nyugalomban gyerekeiket is nyugodtan kihozhatják és szurkolhatnak a csapat minél jobb szereplése érdekében. Az idejében már sorszámoztuk a székeket is, ami azt jelenti, hogy akik bérletet vásárolnak nálunk, ők a saját székükre váltják meg tulajdonképpen a szezonra szóló bérletüket. A bérleteket munkanapokon 9 és délután 4 óra között itt a székházban meg lehet vásárolni. Az árakon nem emeltünk az idei szezonban sem, mert a célunk az, hogy minél többen látogassanak ki a mérkőzésekre, minél többen szurkoljanak a csapatnak és jól érezzék magukat. Azt gondolom, hogy érdemes egyébként mindenkinek bérletet vásárolni, hiszen olyan óriási kedvezményekkel lehet megvenni a bérletet, amire nem vagyok biztos, hogy máshogy nem lehetőség van, de ez biztos. Az idejében újításként bevezettük a nők számára a bérletet, ami szintén egy kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget biztosít a hölgyeknek. A B és a C szektorba szólnak ezek a bérletek. Azt tudni kell, hogy a bérleteink ugyanúgy, mint a tavalyi évben NB1-es, NB2-es, Magyar Kupa és Liga Kupa mérkőzésekre való belépésre jogosítják fel a bérlet tulajdonosát, úgyhogy tényleg érdemes ezt vásárolni. Családi bérletünk az idei évben is továbbra is lesz, ami ugye 2 felnőtt és 2 gyerek belépésére jogosítja fel a bérlet tulajdonosát. Ami az idejében szintén még működik a bérletekkel kapcsolatosan, hogy hajráutalvánnyal lehet fizetni, tehát hogyha a munkáltatók ilyen bérek kívüli juttatást szeretnének adni a dolgozóiknak, ami adómentes juttatásnak minősül, hangsúlyozom, ez szinte most már csak az egyetlen, ami adómentesen adható a munkavállalóknak, akkor azzal meg tudják vásárolni akár a bérletet, akár a jegyet is a szurkolóink. A pályánknál, hogyha tartottam és a fejlesztéseknél, ahogy aztán megszokhattátok, ezen a téren is ugye igyekeztünk rendbe tenni a dolgainkat, a centerpályát és az edzőpályánkat is felújítottuk, a szokásos éves karbantartási munkálatokat elvégeztük, lyukatás, homokszórás, felülvetés, a kapu előterekben a gyertéglázás megtörtént, tehát Azt gondolom, hogy az időjárás mondjuk nem volt hozzánk kegyes, az biztos, tehát ez az őrült nagy szárazság, ez nem tesz jót ezeknek a munkálatoknak, de azért bízunk benne, de mert kacsér mondja, hogy a tavalyi évhez képest azért biztos vagyok benne, hogy jobb a pályánk, mint ami volt.
Hogy ezeket a munkálatokat is el tudjuk végezni, ehhez is szükséges volt még pályázati források bevonása, de sikerrel pályáztunk az elmúlt évben a társasági adós pályázatot, amit leginkább eszközbeszerzésre, illetve a játékosoknak, utánpótlás játékosoknak felszerelés felsállására fordítottunk nagy részt, úgyhogy ezen a téren is azért azt gondolom, hogy lépünk előre. Az idei évi társasági adós pályázatot, tehát ami a 2012-13-as bajnoki szezonra vonatkozó társasági adós pályázatot is elkészítettük, benyújtottuk. Jelenleg az MLS asztalán van minden klubnak a pályázata, abban még döntés nem született, de bízunk benne, hogy az idei szezonra is a jóváhagyást megkapjuk, és akkor utána ugye meg tudjuk keresni a cégeket, hogy nekünk rendelkezzenek a társasági adójukkal kapcsolatosan. Még ami mérkőzéssel kapcsolatos fontos, az idei évben tovább folytatjuk azt a tavaly megkezdett akciót, amit iskolák számára hirdettük meg, a Szurkoljunk Együtt programot, de szeptembertől, amikor az iskola kezdődik, akkor újra fel fogjuk venni minden iskolával a kapcsolatot, és most már nem csak a városban, hanem még nagyobb körre bővítjük azoknak az iskoláknak a szemet, akiknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szezonban testnevelő tanáruk vagy bármilyen felügyelő tanáruk jelenlétével eljöhessenek és részt vehessenek a mérkőzésen. Még egyéb marketing akciókat is szervezünk a különböző mérkőzésekre, de ezekről majd mindig időben értesíteni fogunk benneteket, hogy mi az, ami még várható. A csapatról én mindösszesen annyit mondanék, hogy ugye egy hetet töltöttünk Viszonújvárosban, edzőtáborban, erről közelben majd Karcsi fog megbeszélni, és amit mi megfogalmaztunk célkitűzésként a csapat számára, az nem változott a tavalyi évben is, ugye az első 10 hely valamelyikének a megszerzése volt a cél, az idei évben is ugyanezt a célt tűztük ki a csapat elé, és bízunk abban, hogy minél előkelőbb helyet fognak majd megszerezni a bajnokságban. Június 18-án kezdtük a felkészülést, 6 hét volt az időtartama, ebből, ahogy már előbb itt el lett mondva, egy hetet töltöttünk Tiszaújvárosba, a felkészülés alatt 8 előkészületi mérkőzést játszottunk, ebből 4-et megnyertünk, 3 döntetlen született, illetve egy vereséget szenvedtünk. Ezt azért el kell mondani, hogy az előkészületi mérkőzések eredményével mindig óvatosan kell bánni, most ezt mondom annak ellenére, hogy a mérlegünk az jó, de ebből azért olyan messze menő következtetést nem szabad levonni, viszont az előkészületi mérkőzéseken voltak azért biztató jelek, és volt egy-két olyan mérkőzésünk, amire lehet építeni, gondolok itt a Debrecen elleni találkozóra, illetve egyértelműen a Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzésre, ahol azért ezek komoly előpróbák voltak, de az a mérkőzés is jól sikerült a vereségünk ellenére, amit az Asdod nevű izraeli csapattal játszottunk, hiszen egy izraeli középcsapat ellen szinte a mérkőzés 90 percében végig tudtunk dominálni, amellett, hogy vereséget szenvedtünk, ezek a mérkőzések számunkra azért mérvadóak, hogy jó úton járunk, de minden felkészülés annyit ér, amennyi majd abból egy csapat tud profitálni. Ugye érkeztek hozzánk játékosok, a már előbb bemutatottak mellett még a Heffer Norbert tért vissza. Ugyanakkor nagyon sok távozónk volt. Itt tartanék is egy felsorolást. Nyilván itt vannak, akik több lehetőséget kaptak az utóbbi időben. Voltak, akik nagyon kevés lehetőséghez jutottak, és voltak olyanok is, akik távoztak, akik kulcsembereink voltak. Tehát most itt ezt így nem összegeztem, de a Bóner, Böde, Gévai, Rekka, Lackovics, Magasföldi, Montvai, Nagy, Pap, Racskó, Szatmári, Tamási, Vári, Barna. Tehát ők azok, akik távoztak a klubtól, tehát elég jelentős ez. Ami a szakmai részt illeti, nyilvánvaló, hogy akik hozzánk érkeztek, azokat azért hoztuk, hogy ütőképes csapatunk legyen. Úgy gondolom, hogy minden hozzánk érkező hasznos tagja lesz a csapatnak. És ez azért is fontos, hiszen azt, ahogy már több helyen is megemlítettem, itt azért volt két olyan szakmai rész, amivel külön kellett foglalkozni. Egyrészt, hogy a Böde, Rekka, Szatmári trió 21 gólt szerzett, tehát ezt mindenképpen úgymond pótolni kell.
örömteli ebbe a részbe, hogy itt a Simon Attila már az előkészületi mérkőzéseken is rúgott gólokat, illetve a többiek is eredményesen szerepeltek, tehát majd a bajnoki mérkőzések döntik el, hogy ez a rész hogy sikerült. A másik szakmai rész az, hogy az előző bajnokságban nagyon sok gólt kaptunk, szám szerint 51-et, tehát egy alapvető feladat volt a felkészülés során, hogy a védekezésünket stabilabbá tegyük. Ez egy-egy mérkőzésen, a már előbb említett például Fradi elleni sikerült, de hát itt is csak azt tudom mondani, hogy akár már hétvégén is majd eldől, hogy ez mennyire volt hatékony. Nagyon fontos rész volt a felkészülésben, itt az említettek mellett az, hogy mentálisan is együtt legyen a csapat. Én egy nagyon nehéz bajnoki évre számítok, hiszen itt a úgymond élmezőny egy kicsit kezd el távolodni, és itt most nem csak a, vagy nem is a szakmai részre gondolok, hanem arra a részre, hogy itt a lehetőségek terén van 5-6 olyan csapat, amelyikkel nagyon nehéz bármilyen területen is versenyre kelni, hiszen az előző évben a három úgymond nagyon jó körülmények között dolgozó Videoton, Győr, Debrecen 3-as mellé, és már egyértelműen felzárkózik ilyen területen a Diósgyőr, de mondhatjuk azt is, hogy a Ferencváros itt nagy erőket mozgósít azért, hogy az élcsoportban legyen, tehát itt az erősítések terén nem volt könnyű dolgunk, de én abban bízom, hogy ennek ellenére azért egy ugyanolyan paksot fog látni mindenki, mint az előző két évben. Tehát egy egységes, szervezettel játszó, harcos csapatot. Én úgy gondolom, hogy valóban nagy számnak tűnik az, hogy 13 ember távozott a csapattól. Voltak közt olyan játékosok, akik tényleg az elmúlt években hozzátettek a játékunkhoz. Voltak olyanok, akik csak bontogatják a szárnyékat, és ezért szükséges volt számukra az, hogy tovább lépjenek. Én azt gondolom, hogy a minőség szempontjából jelentős változás nem történt. Ugye nem azért, mert éppen itt ülnek azok a srácok, de pár hét után, meg az előző években nyújtott teljesítményük alapján egészen biztos vagyok benne, hogy pótolják azokat a játékosokat, akik elmentek. A csapat közösséget tekintve voltak nyilván barátok, akik elmentek, voltak olyan, akik kevésbé voltak jelen a csapat életében, és itt is azt gondolom, hogy egy ilyen egység esetében változások mindig is voltak, lesznek is. A kevesebb érkező miatt sokkal könnyebb lesz a beilleszkedést megteremteni, meg azt a klímát, ami volt, megtartani. Igen, az utóbbi időben valóban volt egy vándorlás az életemben, amit nem így terveztem, de én itt, vagy a más úgy gondolta, hogy mennem kell. Győrbe mutatkoztam be az első osztályba, ott úgy érzem, sikerült sikeres évet futni, onnan Budapestre igazoltam, ahol kezdődött gyakorlatilag ez a veszőfutás, ami remélhetőleg, hogy a télen lezárult. Itt ugye közben mentem Kecskemétre, Zalaegerszeg, és az előző fél évet Siófokon töltöttem, ahol úgy érzem, hogy megint visszataláltam régi önmagamhoz. Hozzáteszem, hogy itt voltak olyan tényezők, ami nem mindig a futballról szóltak, és nem feltétlenül az alapján ítéltek meg, hogy mennyit futok, vagy épp hány sprintet teszek a meccsen, de én ezt lezártnak tekintem, ezt az időszakot. Ez elmúlt, hál' Istennek az előző fél év a Siófokkal, én azt mondom, csapat szinten is, meg egyénileg is jól sikerült, és sikerült a bemaradást kiharcolnunk, illetve én is személy szerint, hál' Istennek, elég fontos gólokkal tudtam hozzájárulni ez a bemaradáshoz. Egyértelmű, három, nem volt titok, a Pápa, a Paks, illetve a Siófok volt a három olyan kérő nyáron, aki szeretett volna aktívan úgy leigazolni. Itt egyértelmű a szakmai szempont alapján, hogy a Paks volt a legvonzóbb, ugyanis tehát azért én úgy gondolom, hogy mint a Pápa, mint a Siófok szerintem azért elég erősen a maradásért fog küzdeni, és azért szerintem itt igaz, hogy egy
10 pozíciót tűztek ki a vezetők, de én úgy gondolom, hogy szerintem mindenkinek nagy csalódás lenne mondjuk egy 9-10. Pozíció, tehát én úgy érzem ez alatt a pár hét alatt, hogy abszolút egy, akár egy Európa ligás pozícióért harcoló csapat van itt Pakson. Remélem, vagyis én úgy gondolom, hogy ez nem ilyen kincstári optimizmus, hanem valóban én érzem olyan erősnek a keretet. Igaz, nem vagyunk 30-an, de én ezt nem feltétlenül mondanám negatív dolgnak, ugyanis azok a játékosok, akik felé megvan a bizalom, szerintem lehet, hogy még 20-30%-ot tudnak teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy felkészülési meccsekből igazából nem szabad kiindulni. Azt mondom, hogy a bajnokságban ez lesz, hogy mondjuk inkább én adom neki a gólpasszokat, és nyerjük sorra a meccseket, akkor azon megkérdezek. Tehát ott kell villantani inkább a bajnokságban, én úgy gondolom. Ez majd a hétvégén mindenképpen kiderül. Úgyhogy érzem magam igazából, könnyű volt a beilleszkedés egy jó társaságba, egy összeszokott társaságba, akik régóta ugye egy csapatot alkotnak, ott azért könnyebb a beilleszkedés. Úgy érzem, hogy nem csak a saját nevemben, de az újonnan jöttek, és mindenki, már senkinek nem volt probléma a beilleszkedéssel, nagyon jól érzem magam. Igazából voltak más megkereséseim is, de a Paksi volt a legkomolyabb, és ugye azt éreztem a szakmunkában, hogy igazából szükség van rám, nekik, és hogy meg fogunk kapni ezt a bizalmat, ami úgy érzem, hogy minden játékosnak nagyon fontos. Bizalom nélkül igazából nem tudja a játékos azt a teljesítményt, amit elvárnak tőle, és elvár saját magába is. Én abszolút pozitív feltöltöttséggel várom ezt a szezont, és bizalom benne, hogy nagy dolgokra is képesek lehetünk ebben a szezonban. Hát igen, mondhatnám azt is, hogy hazaértem, mivel Szekszárdon születtem, és a család az apartmanton él, tehát én Tolna megyeinek számítom. Mindenképpen Paksra szerettem volna igazolni, már évek óta terveztem. Előtte nekem volt egy elég komoly sérülésem, még annak a Győrbe térsérülésem is nehezen jött rendbe, de hál' Isten rendbe jött. És két évet eltöltöttem Kaposváron, nagyon jól éreztem magam, de előrébb szerettem volna lépni, mert Kaposvár azért nem ugyanaz, mint Paks. Tehát itt úgy gondolom, hogy komolyabb célokért tudunk küzdeni. Jó közösségbe kerültem, plusz nálam nagyon fontos volt, hogy a csapatot csak magyar játékosok alkotják. Még ilyenben nem volt részem, mert nem pár csapat a Magyarországon, de általában nagyon sok külföldi játékos volt. És azért nagyon sokat számít a pályán is, meg a pályán kívül is, hogy csak magyar játékosok alkotják a csapatot. Jobban ki tud alakulni a csapategység, szerintem jobban kialakulnak a barátságok, és szerintem ez a csapat egy nagyon jó eredményre lehet képességei.